Közgyűlést tartott a Hévízi Szobakiadók Szövetsége, melyen a szervezet tagjai többek között beszámolót hallgattak meg a szövetség 2014-ben végzett munkájáról. Nagyon sok vásáron képviseltük a szobakiadókat belföldön, külföldön, most nem sorolnám fel mindent. Én azt gondolom, hogy olyan helyszíneken vettünk részt vásáron, amik nagyon hasznosak voltak a tagjainknak, és sok vendéget tudtunk ide csábítani. Ezen kívül nagyon sok média megjelenésünk volt, karöltve a turisztikai Kft-vel, és nagyon sok partnerünk volt. Ezúton is köszönöm nekik azt, hogy ilyen pozitívan álltak a kapcsolatunkhoz. Szeretném megköszönni mindenképpen az önkormányzat támogatását. Nélkülük természetesen nem végezhetünk volna ilyen sokrétű munkát. Média megjelenéseket is kaptunk tőlük, helyszínt biztosítanak a rendezvényeinkhöz. Azon kívül anyagi támogatásban is részesítenek. Én azt gondolom, hogy tényleg nagy köszönetet érdemelnek. A közgyűlésen tájékoztatást kapott a tagság a szervezet 2014. évi gazdálkodásáról is. Nagyon gazdaságosan és nagyon körültekintően gazdálkodott a Szobakiadók Szövetsége. 11 millió forintos árbevétellel szemben egy 12 millió forintos költségünk keletkezett, tehát 915 ezer forint veszteséggel zárt, de mindenre jutott pénz, amire szerettük volna. Milyennek ígérkezik a szövetség számára a mostani év pénzügyi szempontból? Hát bízunk abban a lehetőségben, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja a Szobakiadók Szövetségét, és minden pályázati lehetőséget kihasználunk arra, hogy minél több helyen meg tudjunk jelenni, mert ez természetesen pénzbe kerül. 15 millió 100 ezer forintot terveztünk a pénzügyi tervben, hogy ennyit fogunk elkölteni. Ebben nagyon sokféle tevékenység van, tehát működési költségek, reklám, tevékenységek, tagdíjak, a TDM Egyesületnek továbbra is tagjai szeretnénk maradni, nagyon sok előnyét élvezzük a tagságnak, ezt továbbra is ki szeretnénk használni. A Hévízi Turisztikai Kft-ben is továbbra is nagyon aktívan szeretnénk dolgozni, Hévízváros marketing tevékenységét próbáljuk befolyásolni, természetesen olyan módon, hogy a szállásadóinknak kedvezzünk. Az elnökség és az ellenőrző bizottság személyi összetételéről is döntött a tagság a közgyűlésen. Újabb 4 évre elnöknek választották Lajkó Ferencet, majd törvényi előírások és egy személyi változás miatt a szervezet alapszabályát módosították. Ez az új alapszabály ezt kimondja, hogy 7 tagú lett az elnökségünk. Herceg Zoltán befejezte titkári tevékenységét a szövetségünknél. Munkáját ezúton is köszönjük. 8 éve volt a titkár, minden térítés nélkül végezte a... Hát mondhatom, hogy szinte egy 8 órás munkát megtöltő tevékenység. Nagyon-nagyon sokrétű, mindig segítőkészen állt a tagjainkhoz. Bízom benne, hogy az Egyesület munkáját azért tudjuk majd nélküle is továbbra hasonló jó szinten folytatni. Tehát az elnökségünk így most 7 tagúra bővült, kiesett a titkár személye, mint elnökségi tag. Egy külsős titkárt fogunk foglalkoztatni, aki Egyesületünknek nem tagja. Elnökségünk abban állapodott meg még a közgyűlés előtt, hogy egy 4 órás munkabért tartana elfogadhatónak, természetesen kiindulási alapnak. Úgyhogy Kovács Angélát, aki a Turinforma dolgozik, őt kéri fel az elnökségünk majd a következő ülésen, mivel hogy a közgyűlés elfogadta természetesen ezeket a módosításokat, hogy ő végezze ezentúl a titkári feladatokat. Az ellenőrző bizottság ugyanúgy maradt 3 tagú, és a helyettes ezentúl nem a titkár lesz, hanem az elnökség maga tagjai közül fogja kiválasztani. Ennyi módosítás történt.